ez az új épületnek, ez külön szeparáltan, és a másik kettő meg egyben van. Bölcsöde felújítás Nyíregyházán. A belvárosi épület korábban is bölcsödeként működött. Legutóbb egy civil szervezet végezte itt a feladatellátást. A leromlott állapotú ingatlan korszerűsítésére az önkormányzat 2020-ban nyert közel 600 millió forintos topos forrást. Az ingatlant nem csak felújítják, hanem bővítik is. A fejlesztéssel új bölcsödei férőhelyeket tud biztosítani a városvezetés. Nyíregyházán 9 önkormányzat által működtetett bölcsőde üzemel. Jelen pillanatban ez a bölcsőde lesz a 10. Ebben a bölcsődében 36 kisgyermeknek fogunk adni lehetőséget arra, hogy a 27-es korától 3 éves koráig a gondozásnevelést igénybe vegyék, valamint azoknak a szülőknek, akik hosszú távon is hozzánk fogják hozni a gyermekeiket. Én úgy gondolom, hogy ez az bölcsődei ellátás is a férőhelybővítés nagyon fontos számunkra, mivel tapasztaljuk azt, hogy nagy igény van bölcsődei ellátásra, és egyre kisebb életkorban szeretnék a szülők már a bölcsődei ellátás keretében látni a gyermekeiket. Az ingatlan kívül-belül megújul. A csoportszobák mellett korszerű kiszolgáló helyiségeket is kialakítanak. Kint fedett terasz és játszó udvar várja majd a gyerekeket. A nagykörút felől védőfal csökkenti majd a közlekedés okozta zajszintet. A beruházás egyik fontos szempontja volt az energiahatékony működés. Fontos megemlíteni, hogy itt teljesen az energia költségek csökkentésére újszerű megoldásokat is alkalmazunk. A napelem már nem annyira újszerű, de hőszivattyúval megy a fűtés is. Természetesen a gázkazán is működik, ha szükséges, de az csak nagyon hidegben. És hát most 50%-os készültségben van a kivitelező, szeptember 30-a a határidő, addig be kell fejezni. Azt mondták most nekem, hogy addig a műszaki átadás átvétel is megtörténik. A műszaki átadás és a szakhatósági engedélyek beszerzését követően a tervek szerint jövő év elején kezdheti meg működését a bölcsöde.